Szia, sziasztok! Köszöntelek benneteket, én Binya vagyok, és jelentkezem a Binya Channel csatornáján egy újabb High Life MTA gazdag RP szerverről szóló videóval. Ezúttal egy szabadidős foglalkozást, vagy egy szabadidős tevékenységet fogok nektek ebben a videóban megmutatni, amit gyakorlatilag amellett, hogy van valamilyen főállásotok, például ablaktisztító, bányász, vagy bármi egyéb, összesen 6 közül, amellett ezt civil munkaként tudjátok gyönyörű szépen csinálni, és kizárólag egy horgászbotra van szükségetek. Amit még érdemes tudni erről a horgászos történetről, hogy gyakorlatilag a térképen bárhol horgászhatsz, én most itt bárhol. Én most itt a videó kedvéért eljöttem a Palomino tóhoz, ahol egy ilyen kis kék halikon, kékes-fehéres halikon mutatja nektek, hogy jelenleg a térképen egyetlen egy halfelvásárló van, aki gyakorlatilag felvásárolja tőletek a horgászat során kifogott halakat. Jelenleg ez az egy van, még 2 lerakásra kerül majd. Én most a videó kedvéért jöttem el ide a Palomino tóhoz, és itt mondjuk egy-két halat kifogunk, és akkor meg fogom mutatni, hogy hogyan is működik ez a történet. Maga a horgászat nagyon egyszerű, előveszed a botot, az egeret, és az egérrel valahova vízre kattintasz, és már is beraktuk a botot a vízbe. Egy nagyon-nagyon egyszerű, egy végtelenül rendkívül egyszerű minigém lesz tulajdonképpen a kifogás, illetve annak a metódusa, hogy hogyan tudjuk megfogni majd a halacskát. Az inventorit azért előveszem. Jaj, de jó, ilyenkor elrakom a botot. Jó, tehát elővettem az inventorit, hogy azért látható legyen, hogyha beleteszi a pitont. Jó, azt tudni kell, hogy én minden vízi jószágot, minden halat, tehát cakum, pakkámbok, minden pitonnak hívok. Tehát a hal, a harcsa, a béka, ami minden, amihez közel van a víznek, az nálam piton. Úgyhogy pitont fogunk, jó? Majd mindjárt fogjuk látni pontosan a piton fajtáját. Tehát ez lehet ponty, cápa, polip, tengeri csilla, konzervdoboz, elszáradt növény, tehát igazából bármit is foghatunk ebben a történetben. Úgyhogy ez majd mindjárt látható lesz számotokra. Igazából nem túl sok mindent tudok hozzáfűzni ehhez a történethez, ugyanis hát el kell jönni, ki kell fogni, és gyakorlatilag ennyi. Tehát ez a bemutató videó nem lesz valami túl hosszú. Amint lesz természetesen kapásunk azonnal. Azonnal menni fog a történet. Én nagyon óvatosan nézzük, akkor ott a kisházba látható is az NPC, aki a halfelvásárlást biztosítja számunkra. Nos. Ti-ti-ti-ti. Jó lenne most már egy kapás. Egyébként nem kell mindig ennyit várni rá, tehát egy alapvetően random adja be ezeket a történeteket. Teljesen random mutatja a dolgot. Ah, itt is van. És akkor a jobbra-balra nyillal ezt a kis nyilacskát kell egyensúlyozni, míg a bár lemegy. És ha lement a bár, akkor kifogtuk gyakorlatilag a halat. Egy konzerves dobozt fogtunk. Jó, nem adjuk föl, horgászunk tovább. Egy konzerves doboz sikerült kifognunk az első kapás alapján. És ugye láthatóan bele is rakta itt az inventoringba, tehát nagyon szépen megkaptuk ezt a konzerves dobozt, ezekkel majd későbbiekben lesznek célok. És itt a következő kapás, tehát ugye random időben, mint említettem, teljes körben random adja. Megint egy konzerves doboz, nagyon jó. A halfelvásárlót szeretném megmutatni, hogy hogyan működik, de úgy néz ki, hogy a jó sok konzerves doboznak köszönhetően egyelőre tovább kell próbálkozni.
De semmi probléma. Tovább próbálkozunk, tovább megyünk. És akkor meglátjuk, hogy mire lyukadunk ki, vagy mi lesz belőle. Itt a következő kapás. Egy rákot fogtunk. Nagyon szuper. Menjünk is, akkor nézzük meg a rákot. Egy rákot fogtunk. Itt látható. Belerámolta nekünk a rákot a cucliba. Megnézzük, hogy mennyit fogunk kapni a rákért. Elegendő beszaladni. 3,5 millió dollárt kaptunk a rákért. Ja, 3,5 misit kaptunk a rákért. Én viszont... Hát ezt a konzervdobozt, ezt jó lenne kidobálni. Ide teszünk rá egy kukát. Ide lerakunk egy kukácskát. Egyenlőre nem nagyon tudtok vele mit kezdeni, én kidobálom. De hogyha ti fogtok valamit, valami ilyesmit, konzervdobozt vagy egyebet, mivel fém, nem, tehát javaslom, hogy tegyétek el későbbre. Jó jöhet még. Ennél többet erről nem fogok egyenlőre elárulni, de abban biztosak lehettek, hogy jó jöhet még ez a konzerves doboz, hogyha elteszitek magatoknak, hasznotokra fog válni. Nos, hát a horgászat bemutató videó nagyjából ennyi volt, ez egy végtelenül egyszerű rendszer. Nem is nagyon fűzném, illetve fűznék további részleteket hozzá. Igazából a weboldalon majd megtaláljátok a leírását is a videóval, illetve a videó leírásában minden lényeges és fontos információt megtaláltok, többek között a szerverünk, a Discord és egyéb elérhetőségét. Úgyhogy hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor hamarosan érkezem a következő résszel, ami természetesen még nem tudom, hogy mi lesz. Köszi még egyszer, szia, sziasztok!